Életük első orvosi vizsgálatán vannak túl a Nyíregyházi Állatpark fehér pamacsos selyem majom ikrei. Ők Kátyának, annak a fehér pamacsos majomnak a kicsinyei, akit az Ukrajnában dúló háború miatt gazdái az állatpark gondjaira bíztak. Az ukrajnai háború rengeteg embert késztetett menekülésre, sokan a házi állataikat sem hagyták hátra, így került lassan 2 éve Kátya is az országba, aki egy ukrán családdal együtt lépte át a határt. Az emlőst a Nyíregyházi Állatpark fogadta örökbe, a kismajom pedig hamar megszokta új otthonát, párra talált, 2023. szeptemberében pedig megszülettek az utódok. 4 hónaposak most már a közönséges selyem majmaink, viszont ez idáig várni kellett a vizsgálattal, hiszen igen törékeny állatokról van szó, összesen 10 dekát nyomnak fejenként. Az általános vizsgálat során egyedi azonosítót kaptak, illetve megállapítottuk az ivarukat is. Egy hím és egy nősény állat van az ikerpár között. Ő nagyon jól érzik magukat, és most már nem az anyateja fő táplálék, áttártak a szilárd takarmányra is. Alapvetően a selyemmajomnak a takarmányzása igazán különleges, talán a legingyencebb lakói az állatparknak, naponta 3-szor kapnak takarmányt, ami főleg liszkukacból áll, mellette kapnak egy kis főtt csirke mellett különféle gyümölcsöket és joghurtpépet is. A selyemmajom ikrek nevét Kátya, az anyaállat egykori gazdája adta, így a Tony és Leona keresztnevet kapták. A faj jellegzetessége, hogy szürke szőrzetén fehér fülpamacsot viselnek. A nappal nagy részében aktívak, az éjszakát védett odúban vagy sűrű lombok között töltik. Számos hangjelzésük és arckifejezésük van, amelyet az egymással való kommunikáláshoz használnak. A Brazíliában őshonos állatok a Nyíregyházi Állatpark Victoria házában tekinthetőek meg, ahol több más karmos majomfaj szomszédságában élnek.